A 2020 évi városi költségvetés megvitatása során derült ki, nem lesz idén folklórfesztivál. Szabó Balázs képviselő vetette fel ugyanis a kérdést, mivel a költségvetési tervezetben nem találta a fesztivál lebonyolítására elkülönített összeget. Dr. Filvi Géza polgármester tájékoztatott, egy évvel későbbre halasztják a népművészeti rendezvényt. Idén nem tudunk folklórfesztivált tartani. Nem anyagi oka van, és nagyon jól látja, hogy nincs benne a költségvetésben. Ezt most el kívánom mondani, hogy nyilván most lenne a 3 éves esedékessége, csak nem volt semmiféle szervezési előkészülete a folklórfesztiválnak, és most január második felében, január vége felé, amikor kezdtek ezzel foglalkozni, akkor hogy áll a folklór? Nem lehet egy ilyen rendezvényt jól megszervezni 4-5 hónap alatt. Korábbi vezetőnek nem volt erre úgy figyelme és ideje. Dr. Magóni Tóth Gyöngyi a szervező, kulturális központ és könyvtár vezetője novemberben mondott le tisztségéről, összeférhetetlenség miatt adta be felmondását, ugyanis a megyei közgyűlés tagja lett. Az új megbízott vezető így a minőség és a magas színvonal megtartása érdekében a fesztivál elhalasztását javasolta. Az a szakmai javaslat érkezett hozzám, hogy elhalasztanánk a folklórfesztivált a következő évre, hogy tényleg egy jó színvonalú folklór tudjunk tartani, és én ezt elfogadtam, úgyhogy ezért nincs benne a költségvetésben. Az ülésen elhangzott a fesztivál hiányát, a Paprika Fesztiválon tartott nagyobb számú folklór produkciókkal pótolnák. A Paprika Fesztiválon ott lesz egy kicsit akkor a népművészetünk hangsúlyosabban megjelenítve, de jövő évben, 21-ben azt gondolom, hogy egy színvonalas jó folklór tud majd tartani.